Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez itt már a kiemelő. Mai magazinunkban először arról lesz szó, hogyan lehet és érdemes közlekedni az egyre népszerűbb elektromos rollerekkel, elektromos kerékpárokkal. Vendégünk lesz a témában Aszódi Dávid, az Aszukár Autós Iskola ügyvezetője. Adásunkban újabb kiemelt aranydíjas szavalókkal ismerkedhetnek meg, majd annak járunk utána, milyen árpa termés várható idén. Már is kezdünk! A vártnál jóval gyorsabban terjed a rolleres közlekedés a Magyarországi utakon. A közlekedési eszközt sokan szabálytalanul használják, ami balesetet is okozhat. Aszódi Dávid, az Aszukár Autósiskola ügyvezetője segít nekünk eligazodni az elektromos rollerek és kerékpárok kresszvilágában. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Adódik a kérdés, hogyan kell ezeket az elektromos eszközöket használni, mert hát néha olyan szélvész gyorsan lepnek meg, és már mennek is mellettem el a tanítványaim, hogy nem győzök menekülni. Hát hogy is van ez, kérem szépen? Így van, hát mindenképp ugye felelősséggel kellene ezeket használni. Jelenleg még ez nincs szabályozva. Már Tehát nincs tervezet. benne a kreszbe? Egyelőre nincs, így van. Ezek ugye olyan ö, új elektromos eszközök, számtalan ilyen van már. Ö, ezek közül ugye most a elektromos roller, meg elektromos kerékpár, amit amit ö, fogunk érinteni, amik még jelenleg nem lettek szabályozva. És Tehát nem... akkor szabad a pálya? Talán Igen. Igen, Uha. tehát ö, egyértelműen, ugye, aki ezeket használja, vagy részt vesz a közlekedésben, akár legyen az egy egyszerű gyalogos is, azért neki is tudnia kell ugye, az alapvető közlekedési szabályokat, és azokat érdemes azért betartani, ugyanez igaz a rolleresekre is, de kimondva, még külön ilyen jármű kategóriát nem jelölt meg a kresz, És én azt gondolom, hogy szükséges lesz erre hogy ezt kijelölje, hiszen nem nagyon lehet beletenni egy már meglévő kategóriába, mert több ilyen ö, ö, közlekedési anomáliát is eredményezhet ez. A híradóban is volt erről szó, például az ovisok nagyon-nagyon klasszul, százszázalékosan mennek végig a rutinpályán, és nagyon ügyesek, aztán jönnek az általános iskolások, majd a középiskolások, és a tudás szint egyre lejjebb megy. Hát akkor hogy van ez? Most akkor tényleg féljek, féljünk az utakon a rolleresektől, és az elektromos kerékpárosoktól? Hát félni talán nem kell tőle, de ahogy ugye itt a híradóban is elhangzott, hogy a szülőnek a szerepe nagyon nagy, és ott kiskorban, én azt gondolom, én is ugye négy gyermekes családapak, én nevelem és tanítom már kiskorban a helyes közlekedésre a gyerekeket, és azt gondolom, hogy ez lehet, hogy későbbiekben, amikor már önállóan közlekednek a fiatalok, és jelen esetben ugye választják ezt a divatos közlekedési eszközt, az elektromos rollert is, hogy itt már azért kopik a szülőnek ugye a, a, a támogatása, és úgy gondolja, hogy már ő, ez a, a, a gyermeke már ezt tudja. És tudja de használni. Azt mondja, hogy apa, hát én ezt már tudom. Így van. Nem magyaráz nekem. Ismeri, annyit. és tudja, de közben nem tud, nem alkalmazza. Tehát lehet, hogy A-ból B-be el tud jutni, viszont nem mindegy, hogy szabályosan tud-e közlekedni. És ugye itt az elektromos rollerekkel egy olyan ö, ö, hatást tud ezzel elérni, hogy nagyon nagy sebességgel tud menni olyan helyen, ahol igazából nem érzi ö, otthonosan magát, tehát sem a járdán. Nem gondolnám, hogy célra vezető ezzel közlekedni, de az úttesten sem a legbiztonságosabb főleg, hogyha ugye nem viselnek különböző bukósisakot, vagy láthatósági mellényt. Nem egyszerű például iránt jelezni sem ezen, mert ugye nem, nincs rajta ülés, mint egy kerékpáron, tehát nem túl stabil, ha az ember csak egy kézzel fogja azt a kormányt, és akkor hogyan jelezze az irányt, ha esetleg az úttestre kényszerül, mert a járdán már úgy érzi, hogy túl gyorsan halad a gyalogosok között. Hát igen, és amikor este pedig közlekednek ezek a rollerek, én nem is tudom, hogy van rajta valami fajta macska szem, vagy, 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 valami, ami, ami visszaverni a, a fényt. Macska szemnek nem sok értelme lenne, mert nagyon kicsi a kereke, de igen, igen. tehát világítás van rajta ezeket ugye nagyon sokféle típusú van, gyártásban is, a sebességre nézve, a kialakítását tekintve, de a legtöbb azért el van látva világítással. Hát az megint más kérdés, hogy az ember ettől függetlenül hogyan használja. Lehet, hogy a gyalogosként is szabálytalanul átkelni egy úton, meg nem kivilágítva, meg, meg kerékpárral is közlekedni, de ugyanez az elektromos rollernél is igaz, csak itt megint ugye az, hogy a, a sebesség megválasztása, meg talán az, hogy az elektromos jellegéből adódóan ugye a halkabb is, mint a... Mennyivel mehetnek ezek az elektromos rollerek? Hát ugye itt a... Hát mire van belőle most? 25 km per órára van, ugye a, a tervezet, ami még most tervezetként van, hogy szeretnék ugye szabályozni, egy elég egyszerű megfogalmazásban azt határoznák meg, hogy ami 25 km per órát tud maximum menni, akkor az még ugye rollernek minősül, a fölött pedig már ugye segédmotoros kerékpár lenne. Hát ez többféle dolgot is felvet, hogy az nem biztos, hogy ilyen egyszerű ennek a szabályozása, de azért tudjuk jól, hogy lehet a forgalomba kapni olyan rollereket, ami ennél sokkal többel is tud menni. Esetünkben, hát igen, hát, hogy ne, hát hogy ne És hogyha tud menni, akkor az a, az a, aki használja, és most emeljük ki esetleg a fiatalokat, akik a legtöbben hát fogják ezt divatból mert én is Mert még nem és... nagyon láttam rollerezni. A biztonság miatt, mert hogy nem annyira biztonságos. Ők inkább választanak akár egy kétkerekű kerékpárt, vagy egy háromkerekűt, ami szintén lehet elektromos, akár elektromos rásegítésű is ami segíti mondjuk a haladásban, de a fiatalok főképp. Hát lehet, hogy a divat, vagy, vagy, a, vagy a hóbort miatt, vagy tetszik nekik, hogy sokkal gyorsabb eljutni A-ból B-be, mint gyalog. Viszont emiatt ugye a felelősség kérdése is nagyon nagy, és pont ezért lenne jó, hogyha lenne ez szabályozva, mert ha bármi nemű baleset, hogy bármi történik, akkor azért nem mindegy, hogy ki a felelős, és jelenleg ezt elég adhok jelleggel teszik meg. Hogyha most a fiatalok néznek bennünket, akkor a, legfontos, a legfontosabb instrukciókat mondjuk már el nekik, hogy mire ügyeljenek, és hogyan lehet biztonságosan közlekedni ezekkel a szerkezetekkel. Én mindenképp azt mondanám, hogy, hogy ez, ez a beszélgetés nem arról szól, hogy, hogy egyáltalán ne használják, mert ez egy tényleg egy jó közlekedési alternatíva, viszont az felelősséggel kellene használni, tehát én javasolnám mindenképp a biztonság, elke, biztonság megtartása mellett hogy, és a balesetek elkerülése véget a bukósisak használatot, akár ugye térd vagy könyökvédőt, egy esetleges esés miatt, de azt nem kell, hogy találkozzon más közlekedővel, lehet, hogy csak egy kátyúba megy bele, és a kis kereke a nehezen irányítható kormánya miatt is lehet ugye esés. Meg ugye, hogyha szürkület van, vagy már este van a világítás mellett, még egy láthatósági mellény sem árt, ha van, hogy lássák ugye, hogy azon a rolleren személy is található, és akkor talán így fokozottabban lehet észrevenni őket. És a megfelelő sebesség és a megfelelő helyen történő közlekedés talán még ami segíthet. Tehát mondjuk egy sétáló utcán nem biztos, hogy a maximum sebességgel közlekednék vele, ha ott közben gyerekek is vannak, akik tudjuk jól, hogy fagyol a kezükben apához, anyához rohangálnak, és az ugye egyből balesetet eredményezhet kell-e valami fajta gyakorlattal rendelkezniük, például az elektromos kerékpárosoknak, és akkor, mert most akkor váltsunk egy kicsit a rollerről a kerékpára, az elektromos kerékpára, aminek ugyanúgy nincsen hangja, ugyanúgy meg tud lepni bennünket, ők hol közlekedhetnek, hogyan közlekedhetnek, milyen felszereléssel? Hát a kerékpárok talán valamivel szabályozottabb környezetben működnek már, mert ugye a Kressz azért külön veszi a kerékpárokat, hát itt ugye az elektromos kerékpár megint ugye nehezíti a dolgot, Ők ugye a kerékpár úton, kerékpársában, tehát azért a közúti forgalomban van helyük. És, és ezt ugye talán meg is találják itt. Ami, ami problémát tud okozni, az a halk, és ebből adódóan, hogy halkan mennek, viszont gyorsan, mert ugye van elektromos rásegítés, és ezzel tudnak gyorsabban menni. Hát mindenképp itt is a fokozott óvatosságra hívnám fel a figyelmet, aki ilyennel jár, hogy egy rosszul belátható kereszteződésben például mindenképp lassítanék, és ott is, ahol neki van elsőbsége, ott is inkább azt gondolnám, hogy fontolja meg, hogy meg is fogja-e kapni, mert ugye a köznyelv azt mondja, hogy az az elsőség, amit meg is adnak, és, és mindenképp, tehát mi is például a tanulóinkat erre tanítjuk, hogy attól függetlenül, hogy mondjuk egy egyenrangú útkereszteződésben elsőbsége van, mindenképp nézze meg, hogy azt meg is kapja. És talán itt egy ilyen forgalmasabb vagy rosszul belátható kereszteződésben ez segítség lehet, hogy őt nem fogják észlelni, hallani, esetekben lehet, hogy látni sem és ezért érdemes neki akár lassabban is menni, és ő neki körülnézni, hogy megbizonyosodjon arról, hogy átkelhet például az úton, vagy abban a kereszteződésben. Hát köszönöm szépen a sok hasznos tanácsot, és hát bízom benne, hogy minél kevesebb baleset történik gyors hajtásból, rollerrel, elektromos kerékpárral, vagy elektromos rásegítéssel, kerékpárral. Bízom én is benne. Szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egész héten a legügyesebb verselőket tekinthetik meg kiemelő magazinunkban. A mai napon a harmadik, negyedik osztályos korcsoportban kiemelt aranydíjat, érdemelt szavalókat mutatjuk be, akik részt vettek a 27. alkalommal megszervezett versmondók találkozóján a Híres Agóra ifjúsági otthonban. Sipos Gellért a Vásárhelyi Pál Általános Iskola harmadik osztályos tanulója érdemelte ki többek között a kiemelt arany az idei versmondó találkozón a harmadik-negyedik osztályos korcsoportban. Szabó Lóci Lócióriás lesz cími versével készült, amelyet anyukája ajánlott neki. Mint mondta, nagyon szeret verset mondani és szerepelni a színpadon, így nem volt nehéz feladat számára a közönség előtt elmondani a verset. Felkészítő tanára Juhászné kisanikó volt. Szabó Lőrinc, Lóci óriás lesz. Veszekedtem a kisfiammal, mint törpével egy óriás. Lóci, ne kalapáld a bútort! Lóci, hova még? Mit csinálsz? Jössz le rögtön a gázre zsóról. Ide az ollót, nem szabad, rettenetes. Megint ledobtad az erkéről a mozsarat. Hiába szittem, fenyegettem, nem is hederített rám. Lépcsőnek használta a könyves polcokat egész délután. A kaktusz bimbait lenyírta, és felboncolta a babát. Most nagyobb vagyok, mint te, mondta, s az asztal tetejére állt. Nem bírtam vele. Tönkre nyúzott, de azért tetszett a kicsi, s végül, hogy megrakni ne kelljen, leültem hozzá játszani. Leguggoltam, és az óriásból negyed órára törpe Mi lenne, gondoltam, ha mindig lent volnál, ahol a gyerek? És ahogy én lekuporodtam, úgy kelt föl rögtön a világ. Tornyok jártak, keltek köröttem, és minden láb volt. Csupa láb, és megnőtt a magas, a messze. És csak a padló volt enyém, mint nyomorult kis rab mozogtam a szoba börtönfenekén. És ijesztő volt odalentről, hogy olyan nagyok a nagyok, hogy minden tudnak és erősek, s én gyönge és kicsi vagyok. Minden lenézett, megalázott, és hórihorgas vágy emelt föl, föl mint az első hajóst ki az egek felé szányra kelt. És lassan elfutott a méreg, hogy mégse szállok, nem növök. Feszengtem, mint kis, észre sem vett bomba a nagy falak között. Tenni akartam, bosszút állni, megmutatni, hogy mit tudok. Negyed óra, és már gyűlöltem mindent gyűlöltem. Ó, hogy meggyűlöltem. És ekkor zsupsz, egy pillanat, Lóci lerántotta az abroszt, s már iszkolt, tudva, hogy kikap. Felugrottam, te kölyök! Aztán, no, ne félj, mondtam csendesen, s magasra emeltem szegénykét, hogy nagy, hogy óriás legyen. Simkó Iringó a református általános iskola harmadik osztályos tanulója, szintén kiemelt aranydíjat vehetett át az idei versmondó találkozón. Romhányi József Marha Levél című versével készült, amelyet már régóta ismert. Mint mondta, azért is választotta ezt, mivel sok vicces rész van benne. Felkészítő tanára Gazsirita Rita volt. Romhányi József Marha Levél Egy tehén szerelmes lett a szép bikába. Minden vadbikának legvadabbikába. Vonzalmát megírta egy marha levélben. Nagyjából eképpen. Hatalmas barom! Bocsássa meg, hogy pár zavarom. Tudom, mi elfoglalt, milyen megbecsült ön, mégis tollat ragadott csülköm, hogy amit a marhanyelv elbőb mind estel így adjam tudtára, Mester! Ön, ismervén jól a tehén szív rejtelmét, Tudja, hogy nem minden a napi tejtermék, Amíg szorgalmasan duzzasztom tőgyemet, Gondolatom egyre önkörül őgyeleg. Mú! Minden bikák közt legelőkelőbb, midőn megláttam a legelők előtt elpirultam, elsápadtam, vágy reszketett felsállamban, s úgy éreztem, hogy kéjoson, keresztül, a rostélyoson, mú, hogy fort a vér szívembe, hogy tódult a bélszínembe, az a perc, mit velem tölthet ma holnap, megrázza, majd egész pörköltnek velómat. Ám, míg önről ábrándozom, Kérüldzve, Vat féltés öl a szíve, férkőzve, s átjárja ó, mind a kín. Velős csontom, mócsingjaim, már bánom-e merész vágyat, hiszen büszke tenyész állat, csupa gőg, melytán az egész tehén csorda bőg. De ne féljen bikaságod, ha nem szeret, félre nem fog látni levert búsnak, mert beállok leves húsnak. Ám ha mégis kegyes szívvel veszi el levelet, és megszánja az önértégő tehenet, válaszoljon hamar rája, üdvözli önt, a marhája. Ím a levél ráírva a kelte. Az úton a pósta előtt le is pecsételte, de a póstás kisasszony nem vette fel. Az aratást nehezítheti az esős időszak, a gazdáknak lassan a csapadék miatt a gombabetegségekkel is meg kell küzdeniük a földeken. Ettől függetlenül az árpából biztosan jó termés várható, a búza még kérdéses. A gazdák májusban még örültek a sok esőnek, úgy nőttek a kalászok, mint ahogyan az a nagykönyvben megvan írva. Azonban itt a június és csapadékból továbbra sincs hiány. De vajon mit okoz ez a sok eső a földeken? Erről már vendégemmel Kovács László Zsoltal, Gabon a Gabona Termesztők Országos Szövetségének küldöttjével beszélgetünk. Jó napot kívánok! Hogyan áll az árpa most? Az árpa körülbelül két hét múlva elkezdődik az aratása neki, viszont a csapadékos időjárás az nem kedvezett a gombabetegségeknek, és így azért a termésbe is ez mutatkozni fog, és a minőségbe is. A költségek ugye elég magasak, és nem tudunk nyereséget produkálni se az árpán, se a búzán tehát a veszteség csökkentésre sok gazda eh, avval eh, tolerálta úgymond, hogy gombaölőszeres kezeléseket elhagyta. Na most, ha eh, minimum két gombaölőszeres kezelést nem kaptak az állományok, akkor eh, a nagymértékű eh, csapadék miatt eh, ez visszaüt. Mi most itt vagyunk egy búzaföldön, egyébként láthatjuk, hogy nagyon szépek tényleg a kalászok. Tehát a tavalyihoz képest azért gondolom jobb minőségű és több termés is várható. Hát a mennyiség az mindenképpen több, a minőség én úgy gondolom, hogy mivel Medár napján ugye esett, és egy népi hiedelem, hogy akkor 40 napig esni fog. Hát ezt most úgy az időjárás prognózis szerint igen, ez várható. Úgyhogy akkor van biztonságban a termés, ha már a magtárakban pihen, most jelen állás szerint sok gabona megdőlt, és ez nehezíteni fogja az aratást, tehát ezeket, ö, ezt össze kell szedni. Valamint a minőség, hát ö, a kedvez, ugye ez a csapadékos időjárás, a búza a fuzárium ö, gombának, dontoxin, és ö, itt az a probléma, hogy az Unió ö, minden hatásos szert ö, visszavont, ö, amit lehet tudtunk volna használni. Úgyhogy ö, hát itt ö, az a baj, hogy telünk nincs tehát megváltozott a maga a ö, klímánk, és ö, télen nem pusztulnak el a kártevők, kórokozók. Így ezért a gombaölőszeres kezelés, ha valaki nem csinálta meg minimum kettőt, de inkább hármat, akkor ö, az vissza fog ütni a termésbe, és a minőségbe is. Ö, én azt gondolom, hogy a e, sikért azt ez a e, nagymértékű eső ki fogja mosni a e, búzából, tehát kenyérgabonából én e, mostani álláspont szerint azért e, kevesebb lesz. Kovács László Zsoltnak köszönöm szépen. Körülbelül egy hónapon belül kezdődnek az aratások. A gazdák természetesen felkészültek a munkálatokra, azért az látható, hogy a tavalyi évhez képest körülbelül kétszeres termés várható. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors! A gondoskodás terén végzett kiváló munkáért és a demencia elleni példás küzdelemért a Településfejlesztési Szövetség díját kapta meg Kecskemét városa. Az országos településfejlesztési elismeréseket idén 23 település vehette át ma Budapesten. Ötösebb vizsgáztak az óvisok a KTI Magyar Közlekedés Tudományi és Logisztikai Intézet közlekedésbiztonsági programján ma a Korvina óvodában. Az országos rendezvénysorozat célja a gyermekek közlekedési ismereteinek elmélyítése. Június 28-án kezdődik a Street Food Street Art és Borsi Tánykecskevét legnagyobb nyári fesztiválja. Borászok minőségi street foodok -ok mellett művészeti programok, kiállítások, nagy koncertek várják a látogatókat a főtéren. Idén sem maradunk magyar gyümölcs nélkül, az idei idő sem kedvezett ugyan a csonthéjas gyümölcsöknek, legfőképpen a kajszi baracknak és az őszi baracknak, ebben az évben inkább a cseresznye megy és a szilva lesz inkább elérhető. Tanévzáró jótékonysági koncertet és táncházat szerveztek tegnap délután a Hunyadi Városi Közösségi Házban, Gyimestől címmel, fellépett a Mátyás Király Citera zenekar és közreműködött a Hunyadi Városi Nyugdíjas Klub. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap várjuk Önöket este 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, már a megköszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak holnap is velünk, viszontlátásra!